Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Döntöttek a pluszköltségekről, folytatódhat a bölcsödék építése Szexárdon. Megemlékezés Decsen, emlékszoba nyílt Bíró Anna Mária tiszteletére. Segítség iskola kezdés előtt, bárki vihette az adományokat Pakson. Hőség, autóba hagyott állatokat mentettek Szexárdon. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Több mint 3 millió forinttal került többe a Kadarka utcai mini bölcsöde és a szexárdi városi bölcsöde fejlesztése, mint ahogy korábban tervezték. Szexárd közgyűlése most rendkívüli ülésén megszavazta a pluszköltségek biztosítását a munkálatok zavartalan folytatása érdekében. Szexárd város vezetésének a bölcsödék építésével az a célja, hogy segítse a dolgozni akaró nők munkaerőpiacra való visszatérését. Idén áprilisban kezdték meg a mini bölcsöde építését Szexárdon a Kadarka utcai óvoda mellett. Augusztus elejére már állt az épület fala, épült a tető, ám még sok munka volt vissza, különösen azért, mert nem várt feladatok léptek fel a könnyű szerkezetes épületek bontásakor. Továbbá a támfal építésekor derült fény arra, hogy annak tervezett hossza nem elegendő, a partfal további megtámasztása indokolt, hogy a tervezett épület északnyugati sarkát és az amögötti területet az esetleges földomlások ne veszélyeztessék. A pótmunkák megközelítőleg 3 millió forintba kerülnek, amelyet a város önkormányzata saját forrásból biztosít, amit a legutóbbi rendkívüli közgyűlésen meg is szavaztak. Az elmúlt hónapokban az építőiparban egy nagyon jelentős drágulás ment végbe, ez sajnos a mi projektjeinket is érinti. Így szükség van arra, hogy folyamatosan lekövessük ezeket a változásokat. A Kadarka utcában ugye épül egy kétcsoportos 10 fős minibölcsöde, és tulajdonképpen a pótmunkákra szükség volt ahhoz, hogy be tudják fejezni a projektet, amely reményeink szerint októberben fog majd befejezni, és onnantól kezdve működni is fog. A mini bölcsöde a terület és település fejlesztési operatív program 97 millió forintos támogatásával és a város saját költségvetéséből biztosított 73 millió forintból épül fel. Az épületben 14 gyereket tudnak majd fogadni 5 és 7 fős csoportokban. Ezen túl a városi bölcsödét is fejlesztik a jövőben, ám itt is pluszköltségek léptek fel a korábban tervezethez képest. A 107 millió forintba kerülő munkálatokhoz a városnak 89 ezer forinttal többel, 2 millió 700 ezer forinttal kell hozzájárulnia. A beérkezett ajánlatok magasabbak voltak, mint amennyire a költségvetésük lehetőséget biztosít, amit egy tervezői költségvetés alapján szoktunk meghatározni, és ehhez is szükség volt arra, hogy önerőt biztosítsunk. Összesen a kettőnél egyébként egy ilyen 3 millió forint körül önerőről beszélünk, tehát ezek nem jelentős tételek, de fontosak ahhoz, hogy a Kadarka az határidővel befejeződjön, a városi bölcsöde pedig el tudjon indulni. Szexárd város vezetésének az óvodai fejlesztésekkel, bölcsöde építésével az a célja, hogy segítse a dolgozni akaró nők munkaerőpiacra való visszatérését. A Sárközi és a Barcassági fazekasság egyik legjelentősebb művelőjének, Bíró Anna Máriának életét és munkásságát bemutató emlékszoba nyílott Decsen. A fiatalon 48 éves korában elhunyt alkotó családi hagyatékából mintegy 180 népi és modern kerámia tekinthető meg. Ezek mellett személyes dokumentumok, oklevelek, újságcikkek, levelek mutatják be a népművész pályáját. Jól megférnek a polcokon egymás mellett a Sárközi és a Barcassági stílusjegyeket viselő alkotások a Decsi Tájházban. Készítőjük, Bíró Anna Mária Szexárdon sajátította el a sárközi kerámia hagyományait, olyannyira, hogy élete egy szakaszában a szexárdi kerámia üzem művészeti vezetőjeként járult hozzá a sárközi kerámia megőrzéséhez. Hihetetlen, hogy milyen magas színvonalra vitte. Több megjegyzés is található a dokumentumok között, hogy szinte utánozhatatlanul tehetséges volt.
Az emlékszoba azért Decsen kapott helyet, mert Bíró Anna Mária évekig dolgozott az itt egykor működő háziipari szövetkezetben. A megnyitón a település alpolgármestere azt mondta, hogy Decs az emlékszoba által olyan dologgal lett gazdagabb, ami méltó módon emlékeztet a nagyközség jelentős néprajzi szerepére. Újra gazdagodott Sárköz, újra gazdagodott egy kiállítással Decs, és megismerhetjük ezt a csodálatos kiállítást, amit több óra és napokon keresztül szervezés alatt volt. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, Ildikó. Bíró Anna Mária szakértők szerint a kerámiák díszítésének egyik legjelentősebb magyar alkotója volt. A népművészet mestere címet 1998. augusztus 19-én vehette át, 12 nappal a halála előtt. A Bonyhádi Gondozási Központ munkatársainak összefogásával meglepetés délelőttöt szerveztek a ház gondozottjainak. A program külön érdekessége, hogy a központ vezetője, Sebestyén Orsolya, saját házában fogadta vendégül a gondozottakat, erősítve ezzel a személyes kapcsolatokat. A szakember azt mondja, ezek az alkalmak és rendszeres programok hetekre adnak újra értelmet a nagyrészt egyedül élő bentlakók életének. Ők is érzik azt, hogy nem csak a kötelező feladatokat látjuk el, hanem hogy közelebb állnak hozzánk. Mi is így próbáljuk a kapcsolatokat mélyíteni és bővíteni a létszámunkat, hogy minél vonzóbbá tegyük a városban ezt az idősek klubját, hogy hasznosan működünk, tele célokkal és tele életkedvel. Nem mindennapi akciót szervezett a Paksi Segítők Háza. A felgyűlt adományokat kiállították az udvarra, a ruhákat, cipőket, iskolatáskákat, bútorokat elvihették azok, akiknek az iskola kezdéshez jól jön egy kis segítség. Az új táskákat, ezeket vettük. Több új dolgot is vásároltak, mutatja Molnárné Antika a Segítők Háza udvarán, ahova nem csak az adományokból összegyűlt dolgokat rakották ki, hogy elvigyék a rászorulók, hanem az újakat is. Mint mondja, évente 3-4 alkalommal rendeznek a felgyűlt adományokból kirakodást. Vásároltunk kis iskolatáskákat, volt egy kicsi pénzünk, meg tornacipőket is vásároltunk, de nagyon sok sportcipőt kaptunk, nagyon sok ruhát, és kaptunk még iskolatáskákat is. És mindent, ami családon belül, amire szükség van, most mindent kiraktunk. Tévék, kisebb bútorok, edények hevertek az udvaron, melyek hamar gazdára találtak. Krisztina 4 gyermeket nevel egyedül egy fizetésből, 3 iskoláskorú gyermeke van. Mint mondja, nagy szüksége van ruhaneműre, iskolatáskára, de bármit elfogad, amit szívesen adnak, mert az iskola kezdés igen megterheli pénztárcáját. Egyedülállóként nevelem őket, elváltam 10 éve, dolgozom, de sajnos az még a rezsimre se elég, pedig 3 munkahelyen is, de sajnos ez kevés nagyon, ahhoz, hogy 3 gyereket, akkor most kórházba voltunk a kicsivel. Egyedülálló nyugdíjasok, gyermeküket egyedül nevelő, alacsony fizetésből élő családok szívesen fogadták az önzetlen adományt Pakson. Volt, aki élelemért jött, ő sem távozott üres kézzel. A 36 fokos hőség nem csak az emberek, hanem az állatok szervezetét is igénybe veszi. Ilyenkor különösen oda kell figyelni arra, hogy ne legyenek húzamos ideig tűző napon a kedvencek, a sétáltatásokat is kora reggelre és késő estére érdemes időzíteni, amikor nem égeti meg a tappancsokat a felforrósodott aszfalt. Az állatvédők rendszeresen mentenek autóba zárt állatokat. Már 20 perc elég ahhoz, hogy az izzadásra képtelen kutya keringése összeomoljon. Kitörő örömmel fogadták a friss vizet a 4 lábúak a szekszárdi kutyamenhelyen. Az állatvédők naponta többször itatják így az állatokat, emellett meg is fürdetik őket és biztosítanak számukra medencét, ahol hűthetik magukat. Továbbá gondoskodnak a bundájuk lenyírásáról is. A 36 fokos hőség ugyanis az állatok szervezetét is igénybe veszi. Ilyenkor különösen oda kell figyelni az állatok folyadékpótlásáról, árnyékos vagy naptól védett hely biztosításáról. Ha pedig mégis rosszul van az állat a meleg miatt, azonnal állatorvoshoz kell fordulni, mondja a szakember. A nagy hőséget a beteg szív problémákkal küzdő állatok szenvedik meg a legjobban, gyakran nem is élik túl azt. Mindenkit figyelmeztetünk, hogy tűző napon
több szempontból is nagyon veszélyes sétálni a kutyákkal például a városban. Egyrészt azért, mert hogyha a hőtorlódás veszélye fennáll, akkor felmegy a kutya hőmérséklete, kicsapodnak a fehérjék, összeomlik a keringés, és ennek további következményei is lehetnek. Akár 60 fokra is felforrósodhat az autó a tűző napon. Erre azonban sokan nem gondolnak, amikor az állatot az autóba zárják, míg ők vásárolnak vagy éppen elutaznak. 20 perc elég ahhoz, hogy az izzadásra képtelen kutya keringése összeomoljon. A szekszárdi állatvédők is rendszeresen kapják bejelentéseket autóba zárt, melegtől kitikkadt állatokról. Egy illető az autójában hagyta a kutyát reggel 9 órától délután 2 óráig, és én fél árnyékban volt az autó, de délutánra már annyira felmelegedett, és nagyon sok bejelentést kaptunk, és hogy hát a kutya gyakorlatilag délután már nagyon-nagyon lihegett, nagyon rosszul volt, alig kapott levegőt, és rendőrség segítségével ki tudtuk szedni a kutyát az autóból, aki a kutya menhelyre került, és állatkínzás miatt elindult az eljárás. Az állatokat tehát kora reggel vagy este kellene sétáltatni, amikor nem égeti meg a tappancsukat a felforrósodott aszfalt, ahogy a folyadékpótlás is fontos ilyen nagy hőségben. Majd minden hétvégére jutott program a nyár folyamán a Bonyhádi termálfürdőben. Pénteken egy több koncertből álló estével és éjszakai fürdőzéssel befejeződik a rendezvények sora, de amíg az idő engedi, fürdeni még lehet majd. A szervezők a fellépések mellett gondoskodnak a gyermekek szórakoztatásáról is. A sikeres nyári programsorozat a végéhez közeledve tovább bővül. Szombaton, illetve vasárnap egy régiós strandröplabda tornának is helyet ad a fürdő. Örömünkre szolgált az, hogy nem csak a kultúra és a közösségteremtés, hanem a sport is egyre népszerűbb a fürdőben, és ezt példázza az is, hogy egy régiós strandröplabda torna zajlik majd a hétvégén nálunk. A Magyar Kupa főtáblájára kerülésért vívta meg idei első csatáját a megye két ősi riválisa, a Majosi és a Bonyhádi csapat. Sokáig úgy tűnt, hogy a majosiak Lajos Dénes második félidő közepén szerzett szemfüles góljával kiejtik a nagy riválist, ám a végig enerváltan futballozó bonyhádiak, mondhatni az utolsó perc, utolsó másodpercében egyenlítettek. Így az új szabályok értelmében mindjárt 11-esek döntöttek a továbbjutásról. Végül összesítésben 5-3-mal a Bonyhád VLC tett egy újabb nagy lépést a Magyar Kupa országos főtáblájának elérése felé. Tolna megyéből egyébként a Paksi Ese és a szekszárdi UFC mellett csak egy megyei csapatnak van erre esélye. A régió híreivel megyünk tovább. Sávterelés, sebességkorlátozás. Megkezdődött az M7-es felújítása Balatonvilágos és Zamárdi között. Szövetségre hív a politikus, pártok feletti összefogással mentené meg Pécset. Mozdulj, élő biciklilánccal a sérült emberek elfogadásáért. Megkezdődött az M7-es autópálya felújítása a Balatonvilágos és Zamárdi közötti szakaszon mintegy 20 kilométeren. Az első ütemben várhatóan november közepéig Siófok és Zamárdi között végzik a felújítási munkálatokat. A második ütemnek a Balatonvilágostól Siófokig terjedő 12 kilométeres szakasznak csak jövőre látnak neki a közútkezelő munkatársai. A felújítási munkák 3,4 milliárd forintba kerülnek. Bontják a szalagkorlátot, megkezdték a terelés kiépítését az M7-esen. A Letenye felé vezető oldalon már lezárták a belső sávot, emiatt araszolnak az autók. Péntek reggeltől pedig kisebb torlódásokra is számíthatnak a Balatonra érkezők, hiszen akkor már életbe lép a teljes pályazár. A Budapest felé vezető oldalon egy sávon autózhatnak majd a Balatonra érkezők, míg a fővárosba tartók a külső és a leálló sávon haladhatnak. Augusztus 20-a után az M7-es autópálya forgalma érezhetően csökken. A munkálatoknál pedig figyeltünk arra, és hogy nem a Balatonvilágosi csomóponttól kezdődően zajlanak majd a felújítási munkák, hanem a Siófok keleti kihajtót követő 2-3 kilométeres szakaszon, tehát a 102-es és 111-es kilométer szelvények között indulnak el a tényleges kivitelezési munkák. Ez a férfi hetente közlekedik az M7-esen, mint mondja, ráfért már az autópálya ezen szakaszára a felújítás. Ugyanakkor tisztában van azzal is, hogy a sávterelés miatt dugók lesznek majd a pályán.
több kilométeres, de hát valami módon meg kell oldani felújítást. Ezt gondolom én. Útnak az állaga le van romulva, akkor meg kell javítani. Az első ütem várhatóan november közepére készül el, majd a jövő év elején, ahogy az időjárás engedi, megkezdik a Balatonvilágos Siófok kelet csomópontok közötti 12 kilométeres szakasz felújítását is. A Magyar Közút munkatársai arra kérik a Balatonra autózókat, hogy indulás előtt mindenképpen tájékozódjanak az Útinform oldalán az aktuális lezárásokról, forgalomterelésekről. Mindenkit vár a Szövetség Pécsért, aki aggódik a városért és változtatni akar, mondja a mozgalom létrehozója Kővári János. Nem választási és politikai szövetségről van szó, hanem közös ügyekről, hogy ne a csődről, hanem a fejlődésről, építésről szóljon a jövő a Baranyai megye székhelyen. Ehhez várják a csatlakozókat, a véleményükkel segíteni akarókat a legnépszerűbb közösségi oldalon, vagy az Összefogás Pécsért Egyesület oldalán. A Tubesről készültek ezek a korábbi felvételek. Ide tervezték eredetileg a NATO radart. Ez már a lokátor telepítés elleni népszavazásról szóló fórum az Értelmiségi Klubban. Ez pedig a 2007 márciusi népszavazás képei. 41 ezeren mentek el szavazni, 95%-uk nemet mondott a lokátorra. Mint ismert, 20 ezres szavazattal parlamenti mandátumot lehetett szerezni most tavasszal. Kövári János azt mondja, ez is jelzi, mekkora összefogás volt azokban az években. Pécs utoljára akkor volt sikeres, amikor a Tubes ügyben pártok feletti civil összefogás tudott létrejönni. Ott nem zavart senkit sem, hogy kinek milyen nézetei vannak, hanem együtt küzdöttünk azért, hogy ne legyen radar a Tubesen, és 40 ezer ember ugye elment a népszavazáson. Erre most is szükség lenne, hogy 40 ezer ember összefogjon, de ezúttal most nem valami ellen, hanem valamiért kell összefogni ez a városunk. Ezért hozta létre az ÖPE önkormányzati képviselője a Szövetség Pécsért mozgalmat. Nehéz helyzetben van a város, de nem szabad elveszteni a reményt, mondja a politikus. Tavaly 7 milliárdos, most arra 10 milliárdos hiányt halmozott fel az önkormányzat. Sokat a helyzet nem változott tavaly óta, gazdasági fejlesztés sem igazán történt, tehát egy picit ilyen reménytelennek látják sokan a város jövőjét. Mi nem a reménytelen emberek közé tartozunk, hanem akik mindig keresünk fogódzót, reményt, és ezt ajánljuk a város polgárainak is, hogy fogjunk össze, és akkor együtt ki tudjuk találni, aztán pedig együtt le is tudjuk menedzselni a városnak a fejlesztését. Ehhez várják a pécsiek magánemberek, szakemberek véleményét, ötleteit. Ezeket bevinnék a közgyűlésre, ahol Pécs jövőjéről döntenek a politikusok. A Szövetség Pécsérthez csatlakozni lehet a legnépszerűbb közösségi oldalon, vagy az ÖPE honlapján. Élő bicikli lánccal hívták fel a figyelmet a sérült emberekre fonyódon. Több mint 70 látás- és mozgássérült csatlakozott a kezdeményezéshez. A Mozdulj Közhasznú Egyesület immár 8. alkalommal vágott neki a 220 kilométeres Balatonkörnek. Ennek fonyódi állomásán szervezték a különleges programot. Épek és sérültek együtt ültek biciklire, hogy körbetekerjék a Balatont. A Mozdulj Közhasznú Egyesület immár 8. éve szervezi meg a kezdeményezést. A többnapos túra nem akadálya résztvevők számára. Réka a hétköznapokban is gyakran utazik. Hétköznapokban én hát a magam ügyeit intézgetem Budapesten, járom a várost, bevásárolok, BKV-val utazom. A fiatal lány gyerekkora óta látássérültként éli az életét. 3 évesen agydaganat miatt vesztettem el a látásomat, és ami még hozzáfűzendő, agyvérzés miatt, rögtön utána agyvérzés miatt teljesen nullára le is bénultam. A 6 napos program részeként fonyódon egy rekordot is felállítottak a résztvevők. Több mint 70-en alkottak bicikliláncot. Ebben az évben rekordot döntöttünk, hiszen 70-en indultunk útnak, és nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy nagyon sokan az úton csatlakoztak hozzánk, ami az Egyesület nagy álma volt már évek óta. Volt, aki 1 órát töltött velünk, volt, aki egy programra csatlakozott hozzánk, volt, aki a mai napon kísért végig minket. Az esemény fővédnöke Csúri Ferenc Paralimpiai
paralimpikon úszó arról beszélt, az ilyen események segítenek abban, hogy a sérült embereket jobban elfogadják. Hiszek abban, hogy a sérült emberek úgy tudják magukat a legjobban elfogadtatni, hogyha kimennek az emberek közé, illetve megmutatják magukat, megmutatjuk magunkat. Ugye én, mint paralimpikon tudom, hogy a legnagyobb feladat az az, hogy az épp emberekkel, az épp társadalommal elfogadtassuk magunkat, és ez egyik legjobb módja egy ilyen túra. A 220 kilométeres távot 6 nap alatt teljesítették a résztvevők. Megvette színházi bérletét az idei évadra Pécs polgármestere. Ez pedig egyben azt is jelenti, hogy szerdán indult a Pécsi Nemzeti Színház 2018-as, 2019-es idénye. A három tagozatú teátrum mind a próza, tánc és az opera kedvelőinek igazi különlegességeket kínál. Szeptemberben rögtön egy országos fesztiválra várják a közönséget. Pécs polgármestere érkezik a Pécsi Nemzeti Színház pénztárába szerdán. A szokásoknak megfelelően az évadnyitón veszi meg bérletét a városvezető. Rekord évad volt a tavalyi, mondta Rázga Miklós, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója. A fizető nézők száma kiemelkedő volt. Elérte a 125 ezret, és ezen kívül még a nyári színházban, meg az egyéb helyeken kb. 128 ezer fizető néző számot produkáltunk. Így a jegybevételek is jól alakultak. Idén 4 új bemutatót tartanak, az egyik a Rómeó és Júlia balett előadás lesz. Ma lesz az olvasópróbája Montmartre Bolyának, a Mecseki Tigrisnek, és holnap lesz az Edith és Marlénének. Tesszük a kérdést, hogy na de kikkel ilyen sok előadást. Elszerződött a társulatunkhoz Kulcsár Viktor és Bánki Gábor, Illés Alexa színművésznő érkezett hozzánk, valamint 6 kaposvári egyetemista, aki az 5. évüket, a gyakorlatiségüket náluk töltik. Budapestről pedig 4 színművészet is egyetemista érkezik. Szeptemberben a táncé lesz a főszerep a színházban. A 12. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozóra kerül sor majd szeptember 14-től 19-ig. A legizgalmasabb előadások érkeznek ide ez idő alatt. Lesz olyan társulat, amelyik most először mutatkozik be Pécsen. Ugye a nagy színpadon és a kamara színpadon lesznek az előadások. Minden évben igazából a legjobb produkciókat és a legjobb együtteseket próbáljuk meghívni. Talán egy érdekessége, és tényleg a szakmai minőséget kicsit erősítve a tánc találkozón, hogy például a Miskolci Balett 12 év alatt soha nem volt itt, és most a Casablancával fog eljönni. Az opera tagozat Rossini Hamupipőkéjét játssza majd sokszor, mondja vezetőjük, de különleges bemutatóval is készülnek a szezonra. Soha nem ment itt Pécset. Magyarországon is 1941-ben ment utoljára, fönt Pesten az Operaházban, ezt a művet francia nyelven fogjuk énekelni, ez Jules Massenet-nak a Manon című operája. A Pécsi Nemzeti Színház műsortervét már nyomtatásban láthatja a közönség. Megjelent ugyanis a teátrum évad ajánlója. Ebben az idei év jegyárairól, bérletes lehetőségeiről szintén tájékoztatást kapnak. Műsorunk végén tekintsük át még egyszer legfontosabb híreinket. Döntöttek a pluszköltségekről, folytatódhat a bölcsödék építése Szekszárdon. Megemlékezés Decsen, emlékszoba nyílt Bíró Anna Mária tiszteletére. Segítség iskola kezdés előtt, bárki vihette az adományokat Pakson. Hőség, autóba hagyott állatokat mentettek Szekszárdon. Tovább nő a füllettség, hajnalban kis eséllyel előfordulhat egy-egy zápor, zivatar, góca térségben. Majd csökken a csapadék hajlam, változóan napos, felhős meleg idő alakul ki. Délutántól ismét egyre több felé alakulhatnak ki heves zivatarok. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk. Addig is keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami mások figyelmét is felkeltheti, akkor készítsenek fotót vagy videót és küldjék el a képernyőn látható elérhetőségek valamelyikére. Viszontlátásra!